veszük le a fejünket, amikor mi hányan énekelünk, jó? Maci, na jó, beviszem. Jó. Mert molesztálod az urat. Gyere ide, gyere Mackó. Gyere befelé. Mackó, gyere. Lassan 4 éve tanítok éneket, amióta 6 éve végeztem el a mesterkurzust. Van egy operaénekes diplomám, és a mesterkurzust elvégeztem Belcantóból itt Magyarországon, és azóta magánének órákat adok. És hát mindig vannak nagyon, nagyon izgalmas gyöngyszemek a diákjaim között. 25-en vannak összesen egyébként. Diákok, ebből nyilván nem jár mindenki nagyon-nagyon rendszeresen, és folyamatosan rotálódnak a gyerekek, de 10 van, akik rendszeresen is komolyan veszik az énekelést, és ebből az egyik legtehetségesebb diákomat láthattad az előbb. Ne hagyj el, csoda bárnám, amúgy és gyémet, ragyog hát, fényettöm minden. Mert ez az egy órán volt szabad. Mindig nagyon nehéz összeegyeztetni a diákokkal. Ugye most, amióta szóló karriert elkezdtem, ráadásul amióta a dalom bejutott ugye a dalba, azóta nagyon-nagyon sok feladatunk van, amit valakinek el kell látnia. De tehát a Sugarloaf-ból, ahogy kiléptél, utána újra kellett magadat építeni, nem? Valamennyire. Hát szinte teljesen újjá kellett építeni ugye saját magamat. Az első dolog, amire emlékszem, hogy a te szóló karrieredet jelentette, az egy eléggé stílusában teljesen más dal volt. Így van, az egy a Turn It Up-ra gondolsz, az legelső dalra. Knocking down, yeah, we take him out. Serve him up like a carry out. Ow, ow. Show the fools how to rock and roll. Step in the club, yeah, we take control. Oh. Az a dal, az az én szívem csücske. Készül egy szólólemez is, ami szerintem, vagy szeretném, hogyha májusra elkészülne. Azon a lemezen lesz hip-hop is. Nézlek aztán okosan, hogy mi ez a zene, pedig nálam egész nap ez az esti mese. Soha nem láttad véget, miért mond a sugárdozó zsige? Akkor annyit mondok, figyelj, mert ez az igazi hely. Csak aztán úgy gondoltam, hogy lehet, hogy ez túl hirtelen zúdítottam rá a közönségre, és amikor azt mondjuk, hogy újjá kellett építeni magam, nyilván a nevemet már ismerik, de stílusában, személyiségemben minden olyan dolgot, amit eddig elrejtettem, nem tudtam a felszínre hozni, azt most szép lassan csepegtetve fogom, vagy szeretném a közönség elé tárni, hogy megszokják és elfogadják ezt az új énemet. És nem tudom így rájuk zúdítani. Így lett a második dal, sokkal dallamosabb ez lett az ég veled, és hát úgy érzem, hogy meg is lesz az eredménye, hogy hány lánnak pontad még, minden pillanatban arra gondolom, milyen jön vagyom nélküled, ennél szebbet jobbat már nem is kaphatom, annyit mondhatom. Én hiszek abban, hogy egyébként a legegyszerűbb dolgok jutnak legmélyebbre az emberek szívében, és ebben az egy dologban próbálok hinni és kapaszkodni, így én leginkább a dalnak az életérzését próbálom átadni, azt a lazaságot, azt a vidámságot, és azt a pozitív energiát, amiről szól a dal.